Ilyen homok animációval vette kezdetét annak a 23 áramfejlesztőnek a beszerzési folyamata, amit az orosz seregek által szétrombolt városok számára igyekeztek beszerezni az önkéntesek. Az animációt egy ungvári művész, Natália Tarnay készítette, aki barátjával a német műsorvezető és filmrendező Sjöre Naiko egy művészi performance segítségével akarta felhívni a figyelmet az ukrajnai eseményekre és támogatókat keresni a segítségnyújtásra. Зробити сочну анімацію. Egy homokanimáció elkészítése mellett döntöttünk, amit aztán elküldtünk több vállalatnak, és a közösségi hálózatra is feltöltöttünk, és adománygyűjtésre vonatkozó felhívást is csatoltunk hozzá. A munka legnagyobb részét már Szíoren vállalta magára, az áramfejlesztők keresését, a pénz felhasználását, a szállítási logisztikát és minden egyebet. Ezért nagy köszönet neki. Ez komoly dolog. Azt gondolom, hogy ez a sok áramfejlesztő nagy segítségére lesz az előadás embereknek. Sjoren és társai összesen 120 ezer eurót gyűjtöttek össze, ami 23 nagy teljesítményű generátor megvásárlására volt elegendő, amelyek között vannak újak és használtak is. A legnagyobb teljesítményű akár egy egész kórház energia szükségletét is el tudja látni. Az áramfejlesztők megvásárlásához, elegendő pénzösszeg azok beszerzéséhez és leszállításához három hétre volt szükség. Szjorán elmondása szerint több oka is volt rá, hogy segítsen Ukrajnának. Azt kérdezik, hogy miért? Ennek több oka is van. Először is azért, mert a barátnőm innen származik, Ungváról. Ez személyes kapcsolódási pont. Továbbá azért, mert mindenkinek segítenie kell Ukrajnát. Ez nagyon fontos. Harmadszor pedig azért, mert lehetőségünk van összeszedni ezeket az ukrajnai ipar szempontjából fontos áramfejlesztőket. A legfőbb ok viszont az, hogy rendkívül fontos, hogy most mindenki segítsen Ukrajnának. Annak érdekében, hogy ezek az áramfejlesztők eljussanak oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, a legfelső tanácsképviselőit is bevonták a munkába. Innen most az ország különböző régióiba küldik ezeket az áramfejlesztőket Ukrajna déli, északi és központi részeire, oda, ahol valóban szükség van most rájuk. Natalia és József pedig mostantól egy újabb humanitáris projekt megvalósítását tervezi.